Számomra az első változás valahol ott volt, amikor azt éreztem, hogy hívásom van, hogy megkaptam Istentől a meghívást a jezsuita rendben. Azt érezem, hogy itt változott meg valami. Valahol a nagy lelkűség az, ami domináns lett az életemben, hogy igen, erre igen szeretnék mondani. Ez volt az első nagy változás. És hát a fogadalom, az pedig számomra egyfajta beteljesítése ennek az igennek, ami a részemről jött, és így inkább keretbe foglalotta számomra az életemet, mint hogy egy olyan erős fordulópontot jelentett volna. Ez a hármas fogadalom kifejezi belőlem mindazt, amit már próbáltam élni, meg vágytam élni korábban is. Talán így nyilvánvalóbbá tett az emberek számára, elsősorban az emberek számára, hogy nekem ez fontos. A novíciátus óta folyamatosan az az élményem, hogy Isten vezet. Azt tapasztaltam, hogy ő hív, és hogy ebből az erőből tudtam élni az eddigi évek során. Én nagyon nehéznek éltem meg a novíciátust, ugyanúgy nagyon nehéznek éltem meg a tanulmányokat. Olaszországban tanultam filozófiát, egy számomra kevéssé ismert nyelven, amit a filozófiával párhuzamosan tanultam gyakorlatilag. És azt tapasztaltam meg, az volt a konkrét napi élményem, hogy mind a novíciátus, mind a tanulmányokat azért bírom elviselni, mert hogy ő benne bízok. És azért, mert hogy ő felé fordulok, ő belőle élek. És hogy számomra ezek az évek, ezek elsősorban az Isten elől kapcsolatom elmélyülését jelentették, és jelentik. Annak az megtapasztalását, hogy Jézus él, Isten valóság, és hogy én számíthatok rá.